Ébresztő. Minden hétköznap reggel 5:30-tól 6:30-ig. A Paks FM-en. Továbbra is nagyon szép és nagyon kellemes reggelt kívánunk nektek. 9 perccel járunk már 8 óra után, 2020. május 13-án szerdán az Imolák és a Szervácok nevenapján. Jelen pillanatban olyan 7-8 plusz 7 plusz 8 fok környékén mozog a hőmérséklet, plusz 24 fok is lesz, ebből többnyire felhős időre számíthatunk, amiből azonban csapadék nem lesz. Ennyit így gyorsan és röviden és tömören erről a mai napról, már csak azért is, mert hogy Hadnagy Lajos a telefon túlsó végén várakozik. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szerintem. Jó reggelt, szia! Nos, ugye, mint a Paksi Orosz Klub képviselőjét kerestünk meg téged, illetve hát, ha úgy vesszük, akkor tulajdonképpen te, illetve ti kerestetek meg bennünket, aminek mi egyébként nagyon örültünk. Ugye, május 9-én én jártam, keltem a városban, és észrevettem valamit, és erről hétfőn 11-én ugye beszéltem. Ez nem más volt, mint ugye a május 9-ét ugye értsd, ugye a győzelem napja, ugye a második világháború európai hadszínterének ugye vége, vagyis hát a csaták vége, magyarán a háború vége. Na, és én azt láttam, hogy ugye van városunk északi bejárójánál ugye egy szovjet emlékmű. És hát az ott úgy van, úgy általában körülötte mindig rendezett azért a park, de ez Paksra eléggé, hogy mondjam, elmondható, tehát az ember azt gondolná, hogy egyébként is nyilván egy parkot rendben kell tartani. És azt tapasztaltam, hogy egy apuka három csemetéjével, nem tudom, nem te voltál esetleg? Nem. A helyzet úgy hozta egyébként, hogy azon napon mi nem voltunk éppen Pakson, de tudok róla, hogy volt, aki meglátogatta az emlékművet. Szóval, voltak ott, és helyeztek el mindegyik gyerek kezében, nagyon nagy csokor virágok voltak, helyeztek el, de már látszott, hogy egyébként már ott friss koszorúk, virágok és mindenfélék vannak, és megmondom őszintén, az jutott eszembe, hogy most mindegy is, hogy milyen a megítélés, akkor majd erről is beszélünk egyébként ennek a május 9-ének, de ettől függetlenül vannak olyanok, akik a második világháborún életüket vesztették. Vagy így, vagy úgy, bárhogy bármilyen szempontból is. Ez egy nagy világégés volt, úgyhogy erről illik megemlékezni. És tök jól esett, hogy ez működik. Én azt gondoltam volna, hogy spontán módon, de mint kiderült, nem feltétlen, mert hogy ebben a ti kezetek is benne van. Jól mondom én ezt? Pontosítanék egy picit. Természetesen a jelenlegi helyzetben hivatalos szervezett rendezvényeket nem tart az orosz klub sem. Igen. Azt tudtuk, hogy erről a napról a tagok többsége valamilyen módon nem szeretne elfelejtkezni, meg szeretne emlékezni a elesett katonák emlékének. Egyáltalán ezt az ünnepet valamilyen módon mégiscsak erről megemlékezni, mert hazánkban ez tényleg nem egy egyszerű dolog, hiszen kevés hír, cikk, egyéb szól erről a napról. Tehát az orosz klub, illetve az itteni orosz családok egy-egy tagjai elképzelhető, hogy elmentek oda ezért, és nem tudom, hogy az a család ki lehetett, hiszen tulajdonképpen ez nem szervezett dolog volt. Tudom, hogy a barátaink közül többen elmentek az emlékműhöz virágot csokrot oda tenni, meg emlékezni erről az eseményről. Úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy a világ és Európa nagy része úgy gondolja, hogy ez a nagy világégés, amit Nyugat-Európában május 8-án, tőlünk keletre május 9-én ünnepelnek, megér ennyit, hogy megemlékezzünk a itt elesett katonától. Hát ezt én is így gondolom, meg kell mondjam őszintén, de mindentől függetlenül. Egyébként ugye te is mondtad, hogy itt Magyarországon elég kevés cikk szól erről, és hogy talán nem is volt olyan nagy hírverése ennek még május 9-én sem. Nyilván persze azért volt, de hát mégsem úgy. Mit gondolsz erről? Mi lehet ennek az oka, és egyáltalán? Na, kényes kérdés, nem szeretnék nagyon politikai mélységekbe belemenni. Magyarország szerepe egy kicsit különleges volt a második világháborúban. Valószínű, Magyarország lakosságának vesztesége okozza a másfajta hozzáállást ehhez. De azt hiszem, nem ez a fontos. Az a fontos, hogy egyrészt Európa nagy részén, és nálunk is egyébként sokan emlékeznek arra, hogy ez a fasizmus feletti győzelem napja. Ezt nagyon megünneplik Franciaországban, Németországban is, Angliában is. Másrészt az a lényeg, hogy a ismerőseink, barátaink közül, az atomerőmű dolgozói közül, akik valamilyen kapcsolatban vannak velünk,
vagy jártak Oroszországban, például többen ott tanultak, képezték ki őket az atomerőmű üzemeltetésére. Ők nagyon barátian közvetlenül viseltetnek irántunk, és ez iránt az egész kérdés iránt. Uh-huh. Jó, egyébként nekem is az jutott eszembe, hogy, vagy kapásból az jutott eszembe, hogy az esetlegesen itt például az erőmű miatt itt dolgozó orosz család valamelyike lehetett esetlegesen ott, és akár még persze lehet, hogy így is volt, de aztán mondom, jöttek a hírek arról, hogy tulajdonképpen ti egyébként magát ezt az emlékművet azért kezelitek és karbantartjátok, és hát arról meg nem is beszélve, hogy a Paksi Orosz Klub az hát nem egy tegnap alakult klub, úgyhogy talán erről is, hogyha néhány szót... Mikor is alakult? Beszélnénk, hogy és mi hozta létre egyébként egyáltalán? Egy apró kiegészítés még hadd tegyek az előző kérdés kapcsán. Létezik most Oroszországnak, Európa legtöbb országával egyezménye a saját területükön levő katonai emlékművek, sírok kezelésére, és Magyarországon is van egy ilyen megállapodás, egy 95-ös megállapodás, és ennek alapján egyébként a város, az önkormányzat vállalta magára azt, hogy ezt az emlékművet, illetve a Fehérvári úton levő katonai síremléket gondozza. Az tény, hogy az együttműködés a várossal nagyon jó, plusz barátaink, különösen Csernuszoszírozsa és Batavarisza, külön-külön el szoktak ünnepek között is sétálni, ezeket az emlékműveket egy kicsit gondozzák, egy kicsit a virágokat ápolják, újra akkor ültetnek, tehát egy közös munka az önkormányzattal. Értem. A klub pedig logikusan alakult, hiszen az atomerőmű működtetésére annó kormányközi megállapodás volt, hogy X számú egyetemista fog tanulni Moszkvában. Nagyon sok kollégánk, barátunk végzett Moszkvában. Hazajöttünk. Természetes volt, hogy ez a fajta kapcsolat ez sokunk között megmarad. Jöttek velünk nem egy esetben feleségek, és természetesen kialakult egyfajta ilyen közösség, akik ezen oknál fogva közelebb állnak az orosz kultúrához, nyelvhez. Próbáltuk egy kicsit ezt az egészet fenntartani, tehát egyfajta ilyen baráti közösség volt egészen a 90-es évek végéig, és szegről végről 99 végén alakult meg a klub, mint Paksi Orosz Klub Egyesület. Hát annyi, hogy a bíróság cégjegyzésbe ezt 2000 elején vette, úgyhogy idén ünnepeljük a 20 éves fennállását. Oké, hát csak ez az, hogy nem nagyon tudtok ünnepelni, gondolom én. Vagy hát majd hát esetleg igen. Ősszel, vagy nem tudom. Volt valami, amit keresztül húzott a vírus? Tehát, hogy ünnepeltetek volna? Igen, és... igen. Hát az igazság, hogy nem kevés tavaszhoz köthető ünnepesemény van, amit most nem tudtunk megünnepelni, és konkrétan áprilisban terveztük ezt a 20 éves jubileumi évfordulót, amit hát valószínűleg át kell tenni ősz elejére, de megoldjuk szerintem. Értem. Jó, egyébként a 20 év alatt mivel foglalkoztatok? Mert egy dolog a május 9 és egy dolog az emlékmű, de hát gondolom én nem csak ebből áll, sőt talán nem is főként ebből áll a program, hanem valami egészen másból. Valóban igazából néhány perc kevés is lenne mindennek a felsorolására, de ahogy mondtam is, a klub célja a baráti együttléten kívül az, hogy ez alatt egy kicsit oroszul beszélünk, egy kicsit Oroszországról beszélünk, egy kicsit Oroszország-Magyarországról viszonyáról beszélünk. Az orosz lélek talán sokan tudják, egy kicsit talán felszabadultabb, vidámabb, sokszor zenés ez az összeéletel, de az orosz klub lényege mégis az, amit az alapító irat is ír, az orosz kultúra, nyelv ápolása, gyakorlása. A korábban Kern Tatjana volt a klub vezetője, most Szőke Larissa. A klub vezetésével nagyon jól sikerült azokat a programokat megvalósítani, amik a város, és azt hiszem a jelenlegi testvérváros Novorony és a mellette levő nagyváros Voronyos előnyét is szolgálták. Nagyon sokáig autóbuszos kirándulásokat szerveztünk Moszkván keresztül Voronyosban. Gyerekeket vittünk megismertetni pedig az orosz fővárost, Voronyest, a Donkanyart, hiszen Voronyes és Novovoronyes a Donkanyar mellett van, ami ismét az első kérdésünk, ez egy kicsit akár
menni. Gyerekeket fogadtunk Voronyesből, táboroztattuk őket itt Pakson és Balatonfüreden, természetesen a város és a katonerőm támogatásával. Példát is mondanék egy másikat. A év elején márciusban volt a sportágválasztó itt Pakson, az orosz klub nevében segítettük például a vitorlás osztály tájékoztatását. Hát hiszen távolban egy fehér vitorla, ugye? Így van. És érdekes módon két éve például két vitorlás kisfiút tudtunk elvinni a Szocsi Atom Expo nukleáris rendezvényre, ami nagyon jól sikerült. Ezen kívül kapcsolatokat ápolunk a magyarországi orosz szervezetekkel, Kalocsával, korábban a pécsi, kaposvári szervezetekkel. Ennek egyik eszköze a korábban említett Kertatján a vezette koordinációs tanács, amelyik kicsit koordinálja hazai orosz egyesületek életét. Értem. Jó, tehát akkor gyakorlatilag igencsak aktíva voltatok a 20 év alatt. Nem tudom, hány főből áll egyébként jelen pillanatban a tagság? Hát, ha jól emlékszem, akkor 60 fő hivatalosan a tagja a klubnak. Uh-huh. Érdekesség, hogy tényleg nagyon vegyes, tehát vannak tiszta magyar családok, vannak vegyes családok, és van legalább egy esetben egy tiszta orosz család is. A klub magja, ahogy mi szoktuk mondani, az egy olyan 20-30 főből áll, aki tényleg aktívan szervezi ezeket az életeket, ezeket a programokat, sportesemények, közös biciklizés, közös kirándulás. Elmondanám, hogy idős kollégánk Csernószó Szerjóza szerintem jobban ismeri a magyarországi kastélyokat és termálvizes fürdőket, mint bármelyik közülük, mert annyit kirándult és annyit kirándultatott minket egy környéken és távolabban. Hát viszont, hogyha a jövőt nézzük, akkor tulajdonképpen nálatok szerintem létszámnövekedés várható majd, hiszen ha úgy lesz, hogy lesz, mármint, hogy ugye esetlegesen, vagy hát nem esetlegesen elindul ugye a Paks 2 beruházás, akkor, hát akkor ugye ide megint csak vissza fognak érkezni azok az orosz kollégák, akik esetlegesen itt a vírus miatt most éppen hazamentek, plusz még esetleg még jönnek. Hát gondolom én, hogy akkor előbb-utóbb fel fog nekik tűnni ez a klub. Szerintem ezért ti majd mindent el is követtek, hogy feltűnjön a számukra ez a klub, és akkor várhatóan szerintem felduzzad a létszám is. Kíváncsi leszek. Egyrészt nem tudom, hogy minden ide látogató, ideiglenesen néhány évre itt dolgozó orosz kolléga be szeretne lépni a klubba, de ilyen lépéseket már tettünk. Tehát van konkrét kapcsolat a dolgozó, tehát az itteni orosz szervezetek, orosz vállalatokkal, ahol az orosz kollégák dolgoznak. Gyakorlatilag van is egy egyesség, és egymással meg szoktuk osztani a itt szervezet vezetősége a szervezetek egyesületünk programjait, tehát tájékoztatjuk egymást. Általában néhányan el is szoktak jönni közülük a testi rendezvényeinkre, az ünnepi megemlékezésekre egészen sokan. Közös kirándulást is terveztünk, néhány részvevő ott is volt. Az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy egyelőre a vendég orosz kollégák nagyon el vannak foglalva a munkával, illetve bizonyos esetekben hétvégi programokat is szerveznek számukra, de mondom, a kapcsolat létezik, hanem is olyan tömeges az együttműködés. A jövőt tekintve remélem, hogy ez egy kicsit fokozódni fog, ez kicsit kiterjed ez a fajta együttműködés. Ezen dolgozunk, az biztos, hogy az orosz klub felajánlotta az itteni orosz családoknak, hogy nyelvi, kulturális tájékozódási téren segít, tehát hogyha valamire szükség van gyerekekkel kapcsolatban, orvos, egészségügyi ellátás, hivatalos ügyek intézése, ezeket a dolgokat is felajánlottuk segítségként. És hát gondolom, ezeket igénybe is vették? Igen, vannak ilyen igények, úgyhogy jól esik tudni, hogy ilyenfajta segítséget is tudunk nyújtni. Egyébként tényleg járva kell be a városban azért, ha talán nem is annyira, mint mondjuk hónapokkal ezelőtt, tehát a vírus előtt, de azért a mai napig is lehet találkozni orosz anyanyelvű hát feleségekkel, gyermekekkel, apukákkal. Lásd, mondjuk az űrgemezőn kimegy az ember, és akkor mit tudom én, oda köszön valakinek, vagy mit tudom én, a csemetével
valami kontaktól, és akkor szól valamit, és akkor látszik, hogy olyan furcsán, és akkor megszólalnak oroszul, hogy hát ők ezt, ja, mondom, akkor oké, okay, tehát, hogy tehát itt vannak, igen, és köztünk igen. élnek, és nincs is velük egyébként, legalábbis azt kell mondjam, hogy semmi probléma. Én is úgy gondolom, hogy igen, tehát egyetemben vannak valóban, és nagyon úgy tűnik, hogy kedves, barátságos emberek, mondom, egyszerűen ez a tömeges, hivatalos kapcsolat még nem terjedt ki annyira, de létezik. Jól van. Rajas, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és ugye milyen jó, hogyha az ember nyitott szemmel jár a városban, és észrevesz dolgokat, mert hogy az például ilyen beszélgetést generálhat. És képbe kerülünk. Így van. Úgyhogy le a kalappal előttetek. És mondom, én nekem tényleg, hát most úgy esett jól, hogy most nem az én lelkemnek, de úgy jó, hogy na hát azért mégiscsak, mert azért lássuk be, most mindegy, hogy tényleg milyen a megítélése ennek az egész, hát akkor ugye szovjet itteni felszabadításnak, meg bármi ilyesmek, és ahogy te is mondtad, hogy hagyjuk a fenébe a politikát, ez egy háború volt, itt rengeteg ember tette a dolgát, rengeteg ember lett katona úgy, hogy ő nem akart katona lenni, és sajnálatos módon rengeteg ember adta az életét, vagy kellett, hogy adja az életét bizonyos eszmékért, illetve hát mondjuk a fasizmust, hogy visszaszorítottuk, vagy visszaszorították, az mindenféleképpen egy nagyon fontos tényező, és ha csak ezt nézzük, hogy sikerült a fasizmust megfékezni, akkor pedig mindenkinek tisztelet jár, úgyhogy ezt így május 9-én... Egyetértek, mert ezt úgy kell felfogni, hogy a fasizmus feletti győzelem, egyébként, mint mondtam, mi nem Pakson voltunk, hanem Veszprémben, ahol a temetőben szintén egészen közel egymáshoz fekszenek a magyar, német és szovjet katonák. Fiatalon haltak meg ezért az ügyért, megérdemlik azt, hogy megemlékezzük. Na, hát, hiszen békében élünk. Így van. Pontosan, és erről van szó. Na, Lajos, nagyon szépen köszönjük, és akkor kívánunk további sikereket, és majd beszéljünk 2040-ben, amikor is meg a 40 éves Paksi Orosz Klubról fogunk majd. Rendben, legyen. Néhány jó, szóval legyen úgy, és nagyon szépen köszönöm a megkeresést az érdektől. Természetesen. Minden jót nektek is. Mindenki családodnak pedig egészséget kívánunk. Szervusz, köszönöm szépen nektek is. Szervusztok.